Sziasztok, Zó vagyok, és Isten hozott titeket újra itt az Oldemoc 3 modpack végigjátszásának a következő, nem fogjátok elhinni, a következő részében. Előző részben minden, nagyon sok mindent csináltunk előző részben, feldobtunk egy komplett botaniát, és még másokra is jutott idő. Egy kicsit módosítottam azóta, rájöttem, hogy én ezt a splittert kerestem, úgy nevezik ezt, amikor így belevezeted, és akkor elviszi hát négy irányba, de mivel nem tud ez feljebbről indulni, amit máig nem értek miért, de mindegy, ezért egy szintben van, és három fele elosztja, és vetettem mellé még két splittert, így a, ugye egy splitter az a mellette lévő két-két mi ebből a tárolóból is kiveszi, és még belőttem egy splitterbe, szóval így háromszor-három, kilenc darab tárolom van, és szépen töltődik, hát hadd töltődjön majd, amikor kell, akkor úgy is kell, ugye egy tároló az egy tabletet tölt be, és nekünk három biztos, hogy kell, hát jó, hadd csinálja. Amit elkezdtem, mert ma szeretném befejezni, az, hogy idehoztam egy csatornát, ugye ezekkel a P2P-vel, amit már mutattam párszor, ha nem tudod mi ez, akkor nézd vissza. Tehát ugye az EMI rendszer 10-32 csatornát tud kezelni egy ilyen vastagon, és minden egyes interfésznek kell egy csatorna, és most akkor idehoztam 32-t, ugyanis bővíteni szeretném az EMI rendszeremet, nem nagyon, csak egy kicsit. Szóval itt van az interfész lista, és ahogy látjátok, itt elég kevés hely van már ahhoz, hogy új kraftolási recepteket tegyünk bele, meg hát a diszkek is, nézd, hát gyakorlatilag itt már csak három diszk van, ami üres. Az összes többi az telik meg, és ha én még esetleg behozok egy-két dolgot, a lucokat is be akarom hozni, meg lehet, hogy ezt is úgy komplettem, bár itt nem zavar senkit, de hát itt is van anyag, szóval kell a hely, ugye pörögnek itt ezek a quarik, ki tudja még mi lesz, kell a hely, és ezért gondoltam, hogy ezen a másik helyen nyitok akkor egy-kettő új tárolót, meg processzort is. Ugye a processzorokra is néha várnom kell már, ami elfogadhatatlan. És azon gondolkodok, hogy mi lenne, hogyha itt lenne 5 processzor és 5 tároló. Vajon azt, hogy megcsinálja, az ugye 10, és az elméletileg csak 8-at tud átvinni, azzal lehet baj. Kicsit én előre dolgoztam, és nem 16K-st, valami nagy, itt van, 64K-st rendeltem, és van program, ami a crafting storage-ot megcsinálja, és ha én ebből, ugye ezek az új processzorok lesznek, én ebből legalább 2-2-t szeretnék letenni. De lehet, hogy hármat. Mert mint hogy a két oldalra, tehát ide, meg ide, tehát hogy úgy legyen nagyjából szimmetrikus. Jó, legyen négy, és mindegyikben legyen három ilyen brutális processzor. És akkor nem lesz gond, igaz? Tehát az 4x3, 12 barátok közt, és akkor rendeljünk 12-t, de mivel van elég ilyen 64, hoppá, miért nem megy ez? Már megint nincs elég processzor, hát nézd már. Na, hamar lekapcsoltam egy pár dolgot, aztán majd ellenőriznem kell, hogy milyen folyamatok haltak le, azért mellelőttem a rendelést, de most legalább, hol van az én 12-m? Ott jön, oké, valamit még kellett azért csinálnia. Oké, tehát legyen 12, tehát mondjuk ilyen így. Hát látszik, hogy nem szereti ezt a pozíciót, tehát, hogy akkor valószínű, hogy ide kell. Várjál, lehet olyat egyáltalán, nézzük meg. Mondom, csináltam még négyet, aha. Tehát így már elfogadja, tehát tudok csinálni ilyen négy ilyeneket, de ugye még kell koprocesszor is. Akkor legyen mindegyiken kettő koprocesszor. Nem tudom, hogy ez mennyit számít koprocesszor, akkor csináljunk 8-at. És akkor mindegyikbe 2-t. Fura, hogy így miért nem fogadja el, de mindegy, jó, legyen páros. Annyira nem lényeges. Azért csinálom a 2-t, mert hogy van erőforrásunk, és én úgy tudom, hogy ez számít igazából, hogy mennyi van benne. És akkor ugye a 8-ból maradt még 6-6 csatorna, akkor azon gondolkodok, hogyha én ide disk storage-okat teszek bele, nem ezt,
Tényleg, Refine Storage. Szerintem az is kell ám majd valamihez. Ma valamit nézegettem, de Applied-ba kell nekem. Tehát ez az ME Drive. Ebből... Hoppá! Elfogyott a kábel. Na mi van? A kábel fogy el? Hát ez a legalapabb dolog, gyerekek. Hát az abból legyen. Várjál, hol van a kraftolás? Itt van. Legalább egy 100-es dobjatok össze gyorsan. Na, és akkor... Ebből 12-t? Nem sok az egy kicsit? Mármint, hogy akkor így pont elférne a 8 csatorna, vagy elfogyna. Nem tudom, hogy így mit szól hozzá. Fura? De így van benne logika, szerintem. És akkor itt meg feljön a kábel, de a kábel ugye nem kapcsolódhat hozzájuk túl sokszor, szerintem, mert ez nem tesz jót a processzoroknak, ezért így megvezetjük, hogy viszont a drive-okon keresztül lehet, hogy kapcsolódik sokszor is. Lehet, hogy ez így nem lesz jó, de próbáljuk csak ki. Most ugrik a majom a bokorba, pont 2 kábel kell nekem. Pek. Na. Hát azt most honnan lehet tudni, hogy ez bekerült a rendszerbe, az egy jó kérdés. Itt kell nézni a CPU-kat, de csak egy van használatban. Várjál, akkor egyik lehetőség, hogy itt megnézem, hogy ott mi nulla csatorna van. A nulla csatorna az nagyon kevés, az nagyon kevés. Pedig device online, ez is online, hát ezekkel meg nem tudom mi van. Hát nagyon sötétek, de és 0-8, oké, elméletileg jó, gyerekek, elméletileg látja. Akkor még úgy tudom megnézni, hogy fogok valamit, amiből úgy is kell mondjuk még több 64K-s storage, 100 darab. Ó, el kell mennem Glostonére, az még nincs automatizálva. Jó, akkor csak egy 20-at tudok rendelni egyelőre, hát akkor mondjuk egy 20-as, és akkor itt látnom kéne van böhöm processzorokat, 262 szerintem, ez az, két kóprocesszor, ez az, tehát mindig az elejére hozza a nagyokat, tehát ez most már ő csinálja valamelyik fal. Tehát ez olyan jól sikerült, hogy csináljuk meg még egyszer, biztos, ami biztos. Ne csatlakozzon túl sok helyen. Lehet, hogy amúgy működne. De tudom, hogy régen volt belőle baj, és így já, jól is néz ki. Jó, és akkor maradt 12 darab rekeszünk, és mindegyikbe 2, 10 darab, 120 diszk. 120 diszk. Na hát annyi glowstone-unk nincs. Viszont a glowstone-nal amúgy is bajba vagyok, mert hát nincs hozzá belőle utánpótlás, de mi lenne, hogyha csinálnánk egy ilyet? Egy ilyen magot. Egy glowstone eszencia magot. Érdekes, hogy van egy glowstone ingot, meg egy glowstone seed. Mit csinálok én a glowstone ingottal? Lehet abból, az ilyen mechanizmus dolog, tehát nem sokra megyek vele, nem tudom visszaalakítani, csak erős tudszakat tudok belőle csinálni, de hát az most nekem annyira nem kell, tehát csak ez kell, hogy hármas szint, az csak nem lehet olyan gond. Hát csinálok egy 20-at. Ja, meg akkor még 20 ilyet. Ja nem, mert várjál, a magas középen van, viszont ebből meg 4-szer annyi kell, tehát ebből 80 kell akkor. Szóval processzor meg diszk lesz, de a kraftoló cuccokat meg, hát akkor oda kell bevezetni. Az lehet, hogy mégse lesz elég ez a hely, amit én itt kinéztem neki. Elmegyünk erre. Ezt itt megint lebontjuk. És ugye ez emeltek 32 csatornát tud vinni, és 16 van használva, tehát még erre 8-at el tudok hozni bőven. De többet nem. Pontosabban 2x8-at. Tényleg, hozzam el, hozzak el 16-ot? Ugye azt meg egy ilyen smart cable-lel el tudom hozni, és jó, már el is hoztam. Csak most meggondolom, hogy egyáltalán van-e értelme, mert hogy tudok én ide 16 dolgot betenni, vagy hát 16-ot, igen. Amire nem tudok, hogyha én ezt leteszem ide, és rakok rá egy interfészt, akkor ez vajon két csatornának számít, vagy egynek? Tehát, hogy ez is számít-e? Úgy tudom, hogy talán nem. És ennek nem is kell kábel.
De kell, kell, mert kék lett tőle. Akkor viszont lehet, hogy megkaptam a választ is, hogy ez egy csatornának számít, viszont sajnos mindjárt kiderül. Nem, nem, csak energia kell neki, egy csatornának számít. Hú, most kicsit sok dolgot indítottam. Igen, és egymást így feltartják. Szóval a koncepció az az, hogyha végre ez beindul, hogy ez nem, ez sem, ez egy lejjebb megy, itt fog átmenni a kettő, és igen, a kábeleket ezt már meg is tudom csinálni, tehát ez itt végig megy, mind a két oldalt, és itt lesznek középen, tehát így, ja, várja, nem jó, előbb a interfészeket kell lerakni, mert akkor nem tudom a kábeltől. Amúgy elméletek ezzel a vizével könnyebbe. Pick, pak. Oké, okay, mert hogy amíg nincs kábel, addig így rá tudom tenni, és utána rakom be a kábelt. Kapis, és akkor így van, ugye most ez három, és még négyszere, vagy hát még három lesz belőle, tehát négy, meg négyszerezem, és most van kettő, 4 interfész, az 16 lesz, tehát pont felhasználjuk mind a 16-ot csatornát. Na, a Mystical elkészült közben, akkor jöhetnek a Mac-hoz a dolgok, így van. Na, mennyit tudtam csinálni? 26, jól számoltam, ez már nem kell, és még kell nekem olyan, hogy ilyen faszád, azaz, hogy elrejtsem itt a kábelt. Hát nem túl, nem annyira szép, tehát nem teljesen olyan, mint az eredeti, de hát mégis hasonlít. Itt hátul vannak, megjelöltem azokat a területeket, amik régebben azt a aquamarint csinálták, tudtam, hogy így mondják. Na, így, és hogy ide lehetne akkor, mert hogy ez alatt van gyorsító. Akkor még beteszünk gyorsítót, van már 6. Ja, azt hittem, hogy erre van receptem, de úgy látszik, hogy nincs. De jó, nem egy nagy kunc megcsinálni. Oké, ezt ugye a föld alá kell tenni, ugye. Na és az utolsó 2 a 20-ból. Szerintem ez elég hamar össze fogja szedni itt a... ami kell, és még ami nagyon fontos, hoppá, jaj, ne ugráljak itt, mert aztán kiütöm, ami nagyon fontos ez az üveg, ez a green glass, hogy ez is gyorsítja, aztán mindjárt lesz elég glowstone-unk. De ez mind ilyen actually edition modos cucc, ez a green glass, meg ami alatta van, ez a accelerator, ez elméletileg ebből azt hiszem 3-at is lehetne egymás alá tenni, de ez lenne a tuti, ez acceleration van, csak ez nagyon OP, ezt nagyon megnehezítették, mert hát nem is baj, az a fele gyorsítani, tehát valami brutálisan fele gyorsítani, itt áll az ember, igaz, hogy itt kell állni mellette és sapkodni, de gyakorlatilag folyamatosan dobálja. Na így is jó, viszont kell nekünk még egy tároló ennek, egy storage drawer, tudok craftolni. Egy elég lesz. Csak itt a berakásnál kell figyelni, mert hogy kell mögötte lennie egy tartónak, különben nem jó fele néz, így ni, és ha minden igaz, jöhetne is bele, mert hogy itt a szélén van, hoppá, ez mi? Beryllium dust. Royal jelly. Hú, te, ez mindenhonnan jön. Akkor viszont kell a kulcs. Ez jön? Ja, igen, mert nem csak innen jön, ugye? Oké. Okay. Az összes quarryból, meg mindenből is ide bejönnek a dolgok. Ezt nem tudtam, azt hittem, hogy nem. De hát persze, miért is ismerném a saját rendszeremet. Na és akkor itt van a glowstone essence. Akkor ezt berakjuk ide, hogy na akkor ezt gyűjtsed itt. Ne a náthát, és szépen elkezdenek menni oda a glowstone essence-ek, hát van már 70. Látjátok, már egy stack össze is jött pikpak, és szerintem még van itt. Nem, nincs több, de vigyétek, ez szuper jó termel. Ott érdekes, hogy miért nem nedvesedik a földöt középen, de hát mindegy apróság, nem mintha nem lenne elég vízező.
Na, kérdés, hogy hogy kell ezt a glowstone essence-t felhasználni? Aha, egy körbe kell tenni, és akkor kapunk porokat. Tehát már most van belőle 3 stacknyi glowstone. Szuper, tetszik nekem ez a növénynevelősti. Hát ez még mindig dolgozik, de várjatok, hát hol hagytuk ebbe az előző részben? Hát azt miért nem csináltam meg már? Essence, Zolikám, Essence, hol van az? Itt van-e? Csináltam már 61-et, de lehet, hogy még indítok, mert ebből lehet, hogy több is kell, tudok, 40-et. Flux, ilyen hiányzik. Ez van itt, csak kézzel kell kivenni. Nem tudom, hogy összesen majd mennyi kell, de biztos, hogy pár, igen. És mivel elég lassan kraftolja, vagy rakja úgy össze, ezért inkább teszek bele ezt ide, hát inkább előre dolgozok, és akkor még most csináljon, amikor még ráérünk. Most már talán van elég processzor is, mondjuk 30-at csinálja. Jó, a többit viszont mi is kellett nekem, Soul Sand, ugye, és Skull. Na, most meg valami, amivel beteszem, mondjuk egy chest. Egy hagyományos, jó öreg vanillás chest, tudom, nem sűrű használom, de most jó lesz, mivel csak oda kell vinni. Na, ő az, gyerekek. Ugye, ő azt mondja, itt mondja azt, hogy 3 soul sand, 2 koponya, meg 1 ilyen franc. Tehát akkor lehet, hogy hozunk még egy soul sandet, mert azt mondjuk, hogy lesz így. Tehát, hogy 32, tehát fél stack zöld, na mindegy, értitek, mindjárt megnézzük. Ha én ezt ide teszem, ezért nem szeretem én, gyerekek, ezért nem szeretem. És most azt is kiütöttem, és hogy megyek oda? Ezt is ki kell ütnem. Jó van, na akkor kezdjük előről. Tehát van egy importer, és van egy exporter. És hogy az importerre is akkor rakunk be valami kis krétet, ez a medium volt, nekem a legkisebb small az jó lesz. Így, tehát ez lesz az importer, és ez lesz az exporter. Remélem, legalábbis remélem, hogy jól gondolkodok. És akkor ezeket így beletesszük. Na vajon? Vajon nem kéne, hogy beszívja, vagy valami? Hú, azt nem is tudtam, hogy ha jobb gombot nyomok rajta, akkor ezt látom. Szóval spawning alatt van, de nem tudom, ezelőtt is ilyeneket irogatott, csak az a gyanús, hogy nem szívta be, tehát hogy nem tűnt el egy sem. Ez így biztos nem jó, mert lehet, hogy majd, hogyha elérte ezt, akkor lesz kész. Vagy lehet, hogy lemaradtam erről a körről, és újraindul. Na nézzem itt az upgrade-eket, akkor kezdjük az elején, kell egy kék, ilyen sárga, meg kék. Ja nem, mert szürke ez, meg kék. Ja már itt is van. Szürke, aha, tehát azt hiszem ez a, mindegyikből van most egy jó. Ebből szerintem később is kell, ezt nyugodtan elkezdheti csinálni. És power enchant kell. Power 1, power 2, és power 3. Ez pont jó. Ez pont jó. Akkor meg is tudjuk csinálni. Visszamegyünk a vulthoz. És akkor ezeket a rate upgrade-eket elméletileg össze tudom rakni. Ettől nem is tudom, hogy gyors. Várja, mi hiányzik? Power 2. Ja, azt nekem kell betenni, mert nem ismered fel. Jól van, az akkor legyen így. Nem tudom, hogy mennyire fog ettől gyorsulni. Érdekes, hogy a power 3-at fel is... Ja, nem, az benn volt. Nem értem, hogy ez biztos, hogy 3-as, rét 3, aha, jó. Úgy tudom, hogy mindegyiknek rajta kell lenni, tehát nem lehet 3-as csak rátenni egyes nélkül, és ezekre a kékekre kell dobogatni, ugye? Egy, aha, tehát megváltozott, jónak tűnik, 2, 3. Na most a fogyasztás elméletileg nőtt, bár nem nagyon, és változott valami? Na most tudod, hogy újra kezdte. Érdekes, hogy a power az miért 4, ez a fogyasztás szerintem, és lehet, hogyha akkor majd nagyobb cucc kell bele, de még mindig nem evett. Gyerekek, nem eszik. Lehet, hogy ide hopper kell, és... Hm.
Ó, francba, megint szétütöttem mindent. Túl jó ez a kalapács. Na, akkor először akkor még egyszer. Mondjuk azért nehezen hiszem, hogy hopper kell, mert ezelőtt működött. Bár az mondjuk export volt, de hogy ez mégis működött. Na, szóval szent. Hát ja, nem néz ki jól, nem néz ki jól. Egyszerűen nem fogyaszt. Valami nem jó, valami nem jó. Még az lehet, hogy ide fellőre kell tenni? Az is lehet, nem simán. Kinézem belőle. Mert hogy régebben azt hiszem úgy volt, tehát nem volt ilyen import, vagy volt import, csak nem volt érdekes. Tehát akkor tegyük lentre. Így se csökken. Így se ránt be magához egyet sem. Na még arra gondolok, most ide is tettem, meg lentre is tettem, hogy hát ha de várni kell. Ha ez sem fog működni, egyiket se szívja be, akkor azt fogom csinálni, hogy ide még egy importert beteszek, egyen lejjebb, és akkor igazi csesztet teszek, mert azt is simán lehet tudom képzelni, hogy ennek nem jó itt bármi. Nem jó. Na mindegy, akkor addig jó, azt csinálja ezeket, amiket mondtam, és viszont végzett a diszk. Nézzünk csak rá a diszkekre, pontosabban erre a kraftoló dologra. Ez, akkor most visszamegyünk Applied Energy Stickbe. Applied, és akkor itt vannak a molekulára szemblerek. Elég lesz a 10? Egy, jó, elég lesz. Így szépen, ugye itt lent kapja az áramot, de ennek csak áram kell, vagy hát az a saját áram. És van-e elég interfész? 20 interfész van. Ezt addig innen kiveszem, mert hogy az kell szerintem, és ezt ledolgozzuk, és akkor betöltsük. És már csak néhány kábel, és ha mindent jól csináltam, jól megsoroztuk, Acceleratorrel feltöltjük, van, csináltam annyi accelerőt, nem ezt. Ezt töltjük meg, bocsánat. Ezeknél kell, igen. Hogy ennek a felállításnak egy hátránya van, hogy amit ez itt közös a középső, tehát ott egymásra kell, hogy várjanak, ha mind a kettő használatban van, de hát most Istenem. Cserébe kihasználtuk a helyet. Ugye akkor 120 diszk kell, és van 50. Jó, akkor rendeljünk még, ugye most a glowstone volt a hátrány, akkor még, hát 100-at nem, de mondjuk 71-et, még mindig a glowstone a probléma. Nézzük csak, glowstone, de azt én tudok csinálni ilyenből. Na, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, azt a gyerekek. Baromi sokat csinált, meg nem telt el sok idő. Ja, ennyi. Na és akkor most tudsz nekem csinálni 71-et? Igen, főnök, csak idő kérdése. Jó, szuper, akkor csinálj diszkeket. Az interfészekre nézzünk rá, hogy megjelentek-e a rendszerbe. Elméletileg meg kéne, mert hogy minden meg volt csinálva jól. Itt kell le. Itt egy sok ügy van, jó van, oké, ott a sok üres programozandó hely, és a vút, viszont te meg mondj valami jót. Hát várjál, nem, ez ja, de igen, ezt is nézzük meg, tehát semmivel nem fogyott a felső chest, ami nem is igazi chest, az is lehet, hogy baj, ezt mondtam. Hoppá, innen fogy, jól van. Akkor működik a hopper, gyerekek. Egy nether star, hát ez nem annyira jó biznisz. Tehát egy grow essence-ér egy nether star, meg ugye két fejet fogyasztott el, meg három soul sandet. Hát szó. Na, hogy kiütöttem, oké. Most lehet, hogy elbuktam egy adagot. Érdekes, hogy van itt még, 5% bizonyos drop csak. Ha ez 100%, 13, 17, ez 52. Jó, hát nézzük, hogy mik vannak még, amiket itt tudunk segíteni neki. A storage hogy áll? Hogyha már így ránéztünk, még csak 49 szerintem még előkészül. Ja, még az ilyen
1800 CPU-t kell csinálni, hogy ezt készre kéne, gyerekek, megőrülnék. Lehet, hogy ez ma már nem lesz kész, ez eddig csak 5-öt csinált meg a Grow Essence-ből, pedig már egy ideje elindítottam, szóval ezek már hosszú dolgok, itt már automatizálás nélkül nem lehet meglenni. Jó, és akkor arra gondoltam, hogy igen, hogy a Woot-ot megnézzük, hogy milyen upgrade lehetnék, hogy esetleg ezt fel tudnánk turbozni, hogy valami normális mennyiséget csináljon gyorsan, mondjuk ezzel a lootinggal, a looting, az looting, lootingot hogy tudok csinálni arannyal. Jó. De akkor szerintem ezekből craftoltatok is, mert hogy ezek majd kellenek úgyis. Lehet, hogy így egyszer elindítani a hármat, az nem túl szerencsés, majd ugyanúgy csinálja, de mindjárt kiderül. És érdekes, hogy lootingom nincsen, pedig elég sok enchantom van, nem baj, gold aranyom az viszont van. Az viszont van, akkor csináltatunk, viszont ugye ez a gépezet, ez csak egyeset tud csinálni. Itt ő-e, itt a gyere. Tehát, ez a power itt maradt. Jó, tehát ezt akkor egyes kell, két egyes, meg négy egyes a hármashoz, ugye? Azt hiszem. Mondjuk azt értem, hogy miért nincs ez még felupgrade-elve. Pitty, hogyni. Amúgy pont végeztem. ezt is felnyomjuk. Még négyet csinálunk. Tehát ez az, ami megolvasztja ezeket a experience-eket. Na, tönkre fog menni. Hát valószínű, igen. De meg kell csinálnom. Hoppa, most ment tönkre. Jó van. Szóval akkor Anvil. Ugyanide leteszem, nem tudom miért, de mindegy. És akkor még egy loot 2-es, és akkor még egy loot 2-es, ugye? Így van, és akkor a két loot 2-esből lesz egy loot 3-as, tehát akkor van egy 1-es, 3-as, és hol a 2-es? Ja, itt van, azért mondom, meg kell lennie mindegyiknek, oké. Mindjárt megnézzük, hogy mennyire akadt össze ez a Woot automatizálásos kapcsolat, vagy aha, nagyon nagyon összeakadt, hát ezt így számítottam rá. Szedtem észre, hogy ebből a Stygian Iron Dustból, ami alapja mindennek, ebből 30-nál többet nem érdemes tenni, mert hogyha ilyen 100-nál legalábbis biztos, de lehet, hogy a kettő között, mindegy, 30-hoz működik, mert többet rendelsz, akkor valahogy despawnolja a szerver. Valószínű, hogy egy blokon túl sok elem lebeg, és akkor elkezdi leszedni néhány, általában a nedőrreket. Nem tudom miért, de általában leszedte a nedőrreket. Viszont ha egy külön csinálja az ember, akkor elég jól lehet haladni. Most csináltam 90-et, és ezt bedobom ide a kályhába. Ezt baromi gyorsan összerakja. Mégni. És akkor most az egészet ugye le kell állítanom ezeknek a kraftolását itt, mert nem sikerült túl jól, de végül is nem is sikerült olyan rosszul. Na és akkor a looting upgrade-eket nézzük. 1-es, 2-es, ja, hogy ez azért ez nem sikerült olyan jól, oké, és a looting 2-es nem ismeri fel, rendben, de egy már jó lesz szerintem, mert 10-et meg tud csinálni. Jó, megvan a 2-es, és maradt a 3-as. Azt se ismerek fel a könyvet, de nem baj. Jó, ezt is betesszük. Mit segít ez vajon? Kettő, három. Na, fogyasztás nagyon picit nőtt, vagy talán nem is nőtt. De ha nőtt is nagyon picit, és itt mond valami mást, hogy most így felnőttek a százalékok, viszont eltűnt ez a drop. Tehát ez igazából majdnem, hogy rosszabb, sőt, határozottan rosszabb, de 150 tick. Miért hármat ír, nem négyet fogyasztott? Na mindegy, valamivel jobban vagyunk, de azért nem olyan hű, de sokkal jobban. Hát az XP upgrade-et én lehet most kihagyom, a massot. A massz az viszont kell. A massz az kell. Fortune, ja? Menjek vissza. Fortune az miből áll?
Emerald, hűha, az kemény azért, de várja, lehet, hogy van ám néhány fortune-om már, mindjárt megnézzük. Fortune, egy darab van, fortune kettesen van, oké, okay, akkor inkább úgy mondom, hogy Emerald, hű, jó van, ebből sem lesz gond, és kell nekem ilyen szoldi akármi, hogy legyen utánpótlás, ódni. És akkor ugye most már nem arany, hány, van a kettesem, tehát akkor kell az egyes, meg négy darab a hármashoz. Milyen szokásos, összekraftanom őket, fortune 1, meg fortune 1, az fortune 2, megint fortune 1, meg fortune 1, az fortune 2, két fortune 2, az fortune 3, tehát 3, 2, és hát megint két darab egyes van, de mindegy, jó, jöhet a loot, mivel hogy minden megvan már hozzá, szerintem ez megint pikpak, sőt, nem is kell oda mennem, mert hogy azt mondom, hogy ugye ez egy vútos dolog, és ő az massz. Egy, ezt nem fogja berakni, de, és berakta. Hát, hogy ez érdekes, hogy valamelyiket berakja, valamelyiket nem. Ez például nem. Jó. Ja, várjál, itt valami más van. Massz 3. Ez egy fortune 3, és ilyen kék frinc franc. Kék, oké. Okay. Előbb miért nem tette be? Na mindegy. Lehet, hogy rosszat raktam be, tuti. Remélem, hogy ide is lehet tenni. Aha, úgy néz ki, elfogadta. Jó, na most mit mondasz? Azt mondja, hogy a fogyasztás még mindig ugyanannyi. 150 stick, és mi az, hogy 100? Ja, hogy 100%. Azt hittem 100 darabot ad. Most hogy megint más. Fura az egész. Ja, majd 4. Aha, itt van. Tier 4-es szer 4. Az ugye az, hogy most akkor 4-et fog csinálni egyszerre? Ja, várjál, valami nem jó, mert hogy a power az elég magas. Szerintem az van. Az van, hogy ez most nem működik. Mert hogy van egy belső energiatárolója, ami azt hiszem pont ez alatt van. És az nem elég nagy. Lehet, hogy ez lesz a baj. Hol is van? Azt hiszem, ez a basic power cell lesz nem elég nagy, és akkor biztos, hogy majd kell valami durvább cucc. Meg tudjuk ezeket csinálni? Aha, kell hozzá ilyen. Megjelent ez a fura ikon. Nem tudom, mit nyomtam, de most talán nem lesz gond. Rengeteg power kell. Kell 3 darab power 2-es, meg 1 darab power 3-as, meg egy efficiency 3-as. Ugye most ott vagyok, hogy még két power 2-es, azokból egy power 3-as. Nem, mert megvan minden talán, nem biztos, mert lehet, hogy ilyen lapka az még kell. Wood. Szóval, ahhoz, hogy megcsináljuk a legerősebbet, kell egy dragon egg. Húha, az még jó, hogy van egy. Csak még el kell hozni. Tehát, hogy meg kell csinálni 4 basic-et, 1-2, jó, ja, ezt így egyesével lehet csak, 2-3-4, oké, okay. És akkor jöhet az advanced, amihez melyik kell? A power 2-es, de ebből kell 3. Ja igen, akkor persze. Persze, tehát akkor ez az egyesből nem. Ja, itt van a kraftoló receptje is, tehát akkor ebből még 8 kell. Jó, és akkor megvan a kettesből a 3, és akkor jöhet a legnagyobb, patty, már csak egy dragon egg kell hozzá. Jaj, az mivel is lehet felszedni? Ilyen pisztonnal? Nem, valahogy máshogy is lehet. Muszáj pisztonnal? Biztos van rá valami szebb megoldás, ez nagyon olyan vanillás, nem? De mindegy, átugrunk. Hol is van az én kövem? Hova tettem a kövem? Nézd, visszaesett ide. Pedig ez jó, átmenni legalábbis. Hol vagy, tojás? Hát itt vagy, jól van, de ugye, hogy ez így nem lesz jó, sejtettem, van ilyen, amilyen. Tök, jó, és akkor így, nehogy lees, oké. Okay. Még egy tojás, vagy mi ez kellene? Hát itt hagylak,
hogy megyek vissza? Várjál, ja igen, ehhez nem kell. Izé. Mert hogy ez a másik, az, a kő az ugye nincs feltöltve még. Jó, és igazából itt is van nálam, tehát tadam, 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 tadam. Elméletileg most már elég energit kell tudnia kapni. Mi lenne, hogyha innen hatolnánk be, nem alulról, mert alulról szét kell ütni a chestet, vagy hát hoppert, meg mindent. Szétütöttünk egy ilyen flash-t, ezt jó megjegyezzük, és akkor itt van ez a power cell. Várjál, átmegyünk slow-ba, úgy, power cell kiütve, ez betéve, nem tudom, hogy ezt lehet-e stackelni. Na most erre mit mondasz? Tehát most sem megy. De 20 000 RF-et leszed azért, tehát szépen szívja az a energit, de ó, 1%. Ja, hogy 10 millió RF per tick. Oh my gosh. Másfél giga RF-et akar beszippantani. Hát mi a bajod, barátom? Mi a baj? Még hogy nekünk megoldódott az RF problémánk, mi? Másfél gigát akar leszedni, hát van 321. Jó van, hát hogy oldjuk meg? Hát ilyen kiró kábelt most azt nem lehet ide végighúzni, de mondjuk a kvantumot az lehet. Hozok belőle kettőt, aztán hát bekötjük, meg ide hozok akkor még egy portot. Ez egy induction valami, és nincsen portjunk. Mondjuk ide beteszek egy portot. Pak. Azt mondom, ja igen, ehhez kell ez a spéci mutatópálca, ő, hogy ez most legyen out, mondom output, oké. Okay. És akkor ezt, mi legyen ennek a neve? Woothoz. Ez lesz a woothoz. Set. Hát lehet, ez így nem jó. Akkor legyen 25. Mit se jó. Hát, szuper. Semmit nem lehet beállítani. Közben láttam, a szerveren hiba üzenetek vannak. Egy baromi jó. Baromire örülök. Azaz. Érdekes, hogy ez működik. Ez működik, de ez meg nem. Na ez mitől van? Ez a kettő ilyen fura. Ez a harmadik, ez itt más. Tehát itt ennek van valami frekvenciája már. Akkor ezt a kettőt ide elrakom. Lehet, hogy ez valamiért megsérült. És... De ennek... Hoppa, ennek sincs már. Úgy látszik, amíg el nem kezdem használni, addig működik, csak aztán behal. Most meg is úgy néz ki, mint a másik kettő, mi? Hát, ez így szívás. Hát az utolsó próba, hogy akkor kraftoltatok még kettőt, és akkor azok vadi újak lesznek, vajon azzal mi fog történni? Hogy látom megállt, valószínűleg a pulverizerre vár, amit ugye ez a sok-sok diszke szépen használ, és itt még 20 perc van. Szóval nem várunk annyit. Mondjuk ezt a kriókábelt megcsinálni, az se olyan kis egyszerűségem. Az is elég macera. Hát nézzük meg, mi kell hozzá. Krió, őrá gondolok, hogy először kell csinálni ilyen kábelt. Ez jó, ezt viszont le kell programozni, mert hogy ilyen több lépcsős, és utána már csináljunk, mert előbb-utóbb úgyis kell unlimited kábel, és azért nem olyan vészes, tehát krió. De, vészes gyerekek. Szóval kell egy krió, amiben beleöntesz ilyen kriótiumot. Tehát ahhoz, hogy viszont kriód legyen, kell egy resonant flux dux, a resonanthoz kell egy szignalum, a szignalumhoz kell egy reston energy, és a reston energy-t is meg kell tölteni, és ahhoz is kell egy ilyen... Szuper. Csak megnézem, hogy nincs-e véletlenül leprogramozva, nincs. Na hát akkor szépen lassan megcsináljuk. Egy ilyenhez 200 millibucket kell, tehát akkor, várja, egy redstone az azt hiszem pont 200-at generál, ugye? Redstone,
Nem vagyok benne biztos, de már akkor egy reston kell egy az, hogy megtöltsük, nézzük csak meg. Várjál, ha én ezt ide berakom, akkor ezt rögtön megtölti. Nézzük csak meg így. 100, tehát akkor 2 reston kell. Most hogy veszlek ki? Hát akkor kell még 9. Viszont az a baj, hogy most olyanban nekünk megcsinálva, hogy vödröket töltünk, nem pedig kábelt. És ugye ez meg úgy van megcsinálva, hogy a vödröt azt automatikusan kapja. Mert hogy nem olyan egyszerű olyat csinálni, ami kettőből rak össze, tehát hogy olyan receptet, ami egyik képbe beleteszi a restont, a másikba, meg a kábelt, aztán mindenféle ilyen szűrős rendszerrel kell. Barátaim. Ja, mi lenne, ha megcsinálnánk mégis, mert hogy kell. Tehát kell egy magma crucible, ami szépen olvaszgat nekünk. Tehát van már ilyen setup, de most hát akkor lesz még egy magma crucible, és majd upgrade-eljük, és egy fluid transposer. Az kell, ami beleönti. Fluid transposer. Ez fogja bele nyomni magába a kábelbe. Vagy hát csomó mindenre jó ez, de most jelen esetre kábelbe. Ez biztos, hogy kell chest, kell egy interfész, ami a chesthez csatlakozik. Hú, te, nincs helyem. Következő kérdés, hogy hova tegyem, ahol van EMI rendszer, és van benne üres csatorna. Ugye itt elméletileg van 8 használva, és mind arra megy, tehát itt már egyetlen sincs. Persze tovább tudnám vinni ilyen vastaggal. Na de legyen itt. Legyen itt mondjuk nem az a falnál, hanem öt mögötte kábelek lesznek, és akkor itt van a két cucc. Ő ugye majd megolvasztja, ő meg beönti, és akkor a kábelrendszer az mondjuk így lesz. Tehát, hogy akkor így jön ki, ezt elválasztjuk. Hoztam szignalum szervókat, ahol most már lehet fehér listákat tenni. Oké. És magma crucible akkor felülről kapja az áldást, tehát a kék az felül van, oké. Összes többit kikapcsoljuk, és jobbra megy az anyag. Hát ez szuper, ezt így találták ki. Ő meg akkor az anyagot az innen kapja, tehát ez lesz a kék, és az eredmény, ja meg felülről kapja a kábelt, az is kék, miért nem lehet az más szín? Na mindegy, az, ami nem folyadék, és felülről jön, az fog menni ide, és akkor a piros lesz az eredmény, ami hát mondjuk mehet oda is jobbra mondjuk. Vagy menjen mögé? Talán egy fokkal jobb. Ja, nem, nem, hátulról az áramot kapja, akkor menjen így. Az eredményt azt kivesszük innen, aztán kell egy interfész, vagy ez az. Aha, azt már vettem is elő, akkor ez ide fog bemenni. Jó, már csak a kábelezés kell, ugye kell villany. Hát ez ugye el kell mennie ide. Jó, mindegy, beleteszünk egy... Hát mennyit fogyaszt egy ilyen? Meg kell az erősebb powercell, vagy jó lesz a kisebb? És mindegy, elkezdjük a kisebbből, aztán meglátjuk. Tehát van áram, és akkor itt meg eljöhet a kábel. Hát itt lemehet itt a sarokba mondjuk. Na és akkor itt kell elvinni arra, viszont most nem kap áramot mi. Ja. Tehát így fog menni, és az viszont nehogy... Ja de jó, így már jó. Oké, mert ugye a fehér az megszakítja, de áramot meg átviszi. Jó, így jó. És akkor itt elássuk, mert itt van hely neki elásni. Hú, de jó lenne látni, hogy melyik blokk hol van. Na, nagyjából el is találtam. És akkor ide mehet. Mondjuk így. Jó. Elméletek, akár már lehet csatorna is, ugye? Lehet akár.
Missing Channel, jó, ez most azért van, mert elrontottunk valamit. Elméletileg jónak kéne lenni, mert ugye, tehát, hogy itt a dance-be csatlakozik be, tehát ebbe 16-ot el kéne bírnia. Várjunk, oké, megjött, tehát 10 van, tehát ezek szerint jó. Ezt itt valahogy, ezt a csúnya padlót, mert ez, hogy azt hiszem, hogy ez nem azért fehér, mert én, ja de, azért fehér, mert én fehérnek akartam, aha, akkor jó. Azt hittem, hogy ilyen volt, de nem, nem, direkt ilyen, már emlékszem, határozottam. Na és akkor be kell programozni, hogy erre jöjjön ez, ő felsége, már semmit ne figyeljék, csak az, hogy ő felsége jöjjön, whitelistes, és ő meg a redstone, és ő is whitelistás. És még annyi, hogy ignore, tehát folyamatosan toljad, ne várjál semmilyen restore-re. Oké, és most kell egy program, amiben beállítom, hogy ezt megcsinálja, ami egy gyártás, és azt mondom, hogy egy ilyen, meg kettő ilyen, az fog csinálni valamit, amit még nem tudok, bele kell rakni előbb, hogy elkészítsen, és akkor meg tudom mondani, mi lesz az, tehát ide jöhet a kettő, hát nem gyors, és ide meg az egy. Mindjárt megjön a második, oké, gyere ki, jó, ki tudtam kapni, és akkor ez a redstone kábel, ez lesz az eredmény. Betesszük ide a programba, jó, ezt meg berakjuk az interfészbe. Így ide fellőre, itt van. Tehát most már, ha renderek jó lesz, hát még a kötelező apróságok, hogy upgrade, az, húha, már elég jó fogytán van. Egész jó, hát egész konkrétan nem lesz elég az upgrade, de mindjárt megoldjuk, mert hogy szignalum, meg ilyen rezonanc, szerintem van rá program, van. Mindegyikből csinálunk egy tizet. Hadd szóljon. És a meglévő kebből meg feljebb upgrade-elgetünk. És hát még augmentből kell egy 8 darab. Hadd szóljon. Ja, előbb meg kell nyitni, pak. És ide is pak. Ígyni, szuper. A restomból kell szignalum, lehet, hogy éppen inkább ezt nyom, de sima kraftolás, jó. Betesszük ide a valamelyik kis egyedül ücsörgő szegénységbe. Amúgy át lehetne pakolni, hogy hatékonyabb legyen ezeket a programokat. Hát majd egyszer. Jó, van szignalumom, akkor lehet utána a rezonant. Az is csak egy sima kraftolás, szuper. És végül ez a cső. Jó, ilyet is tudunk már kraftolni. Hát gyerekek, megy ez. Megy ez, csak hát még egy apróság van hátra, hogy ezt a csövet, ha lekraftoltatom, mondjuk egyelőre csak egyet, jó sok minden kell hozzá, tehát biztos, hogy el lesz vele. Nem most, nem ezzel az egyel, diszkeket csinálja, ez is megállt, oké, szuper. Szerintem a pulverizer az el van foglalva. Igen, tehát itt valahol itt ő az. Ő az, aki szertuszkvarcokat darál, hiába baromi gyors, mivel marha sokat rendeltem, lehet, hogy leállítom, mert igazából ezt majd később folytatjuk. Nem veszik el, mert hát megcsinálta. Ja, le fogom állítani mindjárt, ha megtalálom újra. Oké, cancel, és akkor legalább a többi elkezdheti a melót. De persze meg kell várni, még a puffer kiürül. Ah, jó van, annyit kibírunk. Na, megvan egy ilyen. Most megint az a kérdés, hogy mennyi ilyen szmötyik, 500 milli bucket jelly-t valami kell hozzá. Jelly-t. Várjál, akkor a cryofumot kell. Aha, na ez a lényeg. Ez jó, és akkor mindjárt el is kezdem a programot, tehát biztos, hogy egy ilyen kell, csak még nem tudom, hogy még hány ilyen por. 500, az szerintem 5 kell, de mindjárt megnézzük, hogy egy ez mennyit termel. Tehát ha egyet beleteszek, abból lesz 250, nem, akkor ebből is 2 kell. Jó van.
Jó, át is alakítjuk. És itt is van a fluxductum. Tehát így van a recept. Ja, még egy valamit nem csináltam meg, hogy a szűrőket nem állítottam be, látod? Milyen jó, hogy eszembe jutott. Ahhoz viszont kell, várja, ez egy fluxduct, kell egy üres fluxduct, hogy ezt is tudjam állítani, meg ilyen jellit something. Oké. Jó, és akkor lefele, itt a redstone mellett jöhet a jellit, errefele meg jöhet ez a barátja. Hát most az kérdés, igen, az a bipkó, hogyha elindítok egy ilyen nagyot, akkor a barátját ugye kicsit elkezdi a redstone-nal megtölteni, nem tudom, hogy össze fog-e akadni, hát mindjárt kiderül. Mindjárt kiderül, ja, a program itt van velem, és azt meg nem raktam bele. Őt, igen. Tehát, hogy mind a kettőt azt így csináljuk. Jó van, hát akkor kezdjük neki. Flux duktot szeretnék csinálni, és craftoltatni cryo stabilizedból mondjuk 100-at. Bele fogsz halni. Aha, obszidiánt le kell darálni, oké. Ez érthető. Kell silver, azt is darálja. Minek darálja a silvert? Lehet, hogy az üveghez? Hú, már nem emlékszem már mit, hogy kell csinálni, de azért látszik, hogy macera, obszidián, minden van itt. És elektrumokat kell gyártani, az is bizony. És úgy látom, már el is kezdte tölteni a redstone-os kábelt, szuper. Ő azért így upgrade-ekkel egy kicsit gyorsabb. Hát azért nem gyors. Ja. Szerintem úgy lehet, de nem lehet gyorsítani, tehát egyszerűen tele van redstone-nal, ez ennyit bír. Ennyit bír. Jó, várni kell. Akkor ez az új stratégiám, hogy várok, mert hát igen, még csak a felét csinálta meg. Felét? Aha, hát itt még mindig 50 van hátra. És más nem is halad addig. Ja, de érdek, csinálja az obszidiánt is. Ez szerintem amúgy azért van, mert hogy ez a koprocesszor benne van. Tehát ezért tud egyszerre többet párhuzamosan csinálni. Tehát itt de jó ez a koprocesszor. Mindjárt megvan. Elkészültek a redstone-os kábelek, most jöhet a gyro, cryo, valami. Oké, tehát ez már az utolsó lépés. És most már néhánynak itt kell lennie, mondjuk 7-nek, 8-nak, szuper, tehát elkezdhetek dolgozni, mire odaérek, addigra is csinál párat, és akkor hát itt át kell húzni valahogy. Megpróbálom a lehető legrövidebb útvonalon, és még ha tudom, hogy nem is szép, de hát akkor is közben csinált még 18-at, nem akarom, hogy itt elfogjon. Amúgy szerintem jól néz ki ez a kábel. Valakinek nem tetszik, szerintem baromi jó. Baromi jó meg van csinálva. És akkor kérdezzük meg, hogy te hogy állsz. 57%, jó, valamit használ. Múltkor azt hiszem csak 2 volt benne, ha most is csak 2 van. Upgrade-ek óta jóval lassabb. Na nézzük ezt, ha ezt levesszük. Oké, és betesszük a cryo-t. Na! Most mennyit fogyasztasz? Ú, kicsit gyorsabb, oda néz. És akkor 4-es évet csinálja. Így van. Hát viszont hamar el fog fogyni itt a cuccunk. Baromi hamar, de így már értem. Így már gyorsan átalakítja. Így már megéri. Na mennyit fogyasztasz? Input 0. 8 millió outputunk van, gyerekek. Hajjaj. Ajjajajajaj. Hát 8 milliót nem tudunk gyártani, termelni, de mondjuk ezt fel tudom vinni egy 20-asra, és akkor szépen felmelegszik, mondjuk lehet egy kicsit a melegítésre rákapcsoljak. Tök. Tessék, kapott egy löketet, egy gold shotot. Na nézzük, most akkor fuel, nem is, heat, aha, felugrott egy kicsit, tehát most gyártunk 300 kilo-RF-et, és emelkedünk. Mennyi lesz? 625 KRF. De azért ez még mindig nem 8 millió. 8 millió RF.
Azt hittem az előző részben, hogy elég jól állunk most már erre fel, ugye? Szerintem ti is úgy gondoltatok néhány résszel ezelőtt, hogy ó, már tök király, de nem, nem, nem. Ez csak egy lút. Mi lenne, hogyha még csinálnék egyet a sárkánynak is? És még hiányzik egy upgrade, legalább egy. Nézzük, mi hiányzik. Efficiency. Na, az viszont lehet, hogy nem lenne hülyeség megcsinálni. Efficiency 1, 2, 3. De ez baromira nem lenne hülyeség megcsinálni. Hát te csak kevesebbet fogyaszt. Ez a redstone-os efficiency. Jó, hamar. Mielőtt még kifogy a összes tartalékunk. Na most már csinálom az enchantokat. 1, 2, 3, megvan. Jó. És akkor vissza a boothoz. Nem tudom, elkezdek írni, mindig a végére teszi. Az olyan nem jó. Efficiency upgrade 1. 2. Azt nem teszi be a kettest. Lehet, hogy ami nálam van, azt nem szereti. Nem baj. Efficiency 3. Nem az 1-es, hanem a 3-as. Elfogyott ez. Nem baj, azt hiszem, ez nem drága. Nem, ez nem drága. Jó. Jaj, bút, jövök. Mielőtt még leszippantanád az egész készletemet. Tük. Na, most mit mondasz? Ebből nem látom, mennyit fogyasztasz, de elég szépen megy. És 6 millió. Tehát 8 millió helyett 6 és felett fogyaszt. Hát azért ez nem egy túl nagy efficiency javítás. Tehát ahhoz képest, hogy a gyorsító az sokszorosára növelte a fogyasztást, ahhoz képest az efficiency ez csak nagyon keveset csökkentett. Nem baj. Van 30 nether star-om. Oké. Még ilyen wither skeleton skull-okat meg kell oldani, amit nézzük csak. Most már ügyesebbek lehetünk, mert ugyan van 9000, de hogy elmeteg, ezt is tudnánk ám termelni. Van ilyen chunkom? Mi ez a chunk? Ja, hogy ilyet lehet csinálni, és ilyen mob chunk. Még egy ilyen rekurzív jó pofaság. Oké, barátom, jó van. Oké, egyelőre kitart ez a 9000, mert hogy... Na mindegy, egyelőre jó lesz, és akkor Soul Sand kell még, abból több. Hát ezt is lehet, hogy majd valahogy meg kell oldani. Kell egy új kvarja nedőrbe. De hát az essence, igazából ez a grow essence, ez a legnehezebb, mert ez sokáig tart. Csinálj egy százat. Aha, mindjárt adok neked hozzá erő, anyagokat, és jó, hát akkor most ez működik. Most itt elmegyeget. Viszont ez lehet, hogy nem jó, hogy éjszaka van, mert hogy ugye elkezd fogyni ez a... Aha, azok már jól le is fogytak. A tartalékokból megyünk. Nem, úgy látom, mindegyikben van még. Ez fura. Ja, mert hogy itt a szélén még van, tehát most még a gépek közül a utolsó kezd lefogyni. Tehát nem jó ezt így éjszaka járatni, főleg ilyen magas a fordulaton. Na jó, feljebb nyomom 40-re. Hadd szóljon. És akkor, ha minden igaz, ezek most feltöltöttek, mert kisütött a nap. Jó, tehát hogyha én éjszaka alszok, akkor szerintem ez 40-en is elketyek, bár néha ránézek, hogy ezek nem kezdenek ki. Hoppá. Tehát ez már... Aha, a brine készlet már nem tudja a lépést tartani. Itt még nem látszik, ugyan valószínűleg a csövekbe van, de valószínűleg ez előbb-utóbb ez elkezd fogyni. Na mindegy, jó, akkor majd aggódunk. Akkor most, ja igen, nem pirót kell tennem, és még több grow essence gyártanom. Ez is még egy kicsit kézi, de lehet, hogy ez is fel kell gyorsítani bizony. Jó, ezeket visszarakjuk, és akkor most growból kérünk egy 100 darabot. Ami szintén jól el lesz. Hú, viszont a mana, nézzétek. A mana. 62 nether star. Jó, tehát ha így nézek, akkor baromi jó. Hát azért ezt a nether farm nem tudná. Tehát most azt nem számolom, hogy én ezt poénból raktam ám össze. Tehát én nem gondoltam, hogy a wood az ennyit fog zabálni. Ez egy 20k-t csinál, de hát most semmire nem megyek vele. Ja, nincsen jól bekötve, mert jelenleg...
Jelenleg ez ugye fogyasztója ennek, nem a termelője, de olyan mindegy ez a huszká, az semmit nem számít, amikor 6,48 millió megy le, innen meg megy bele 1,25 millió, tehát ez a huszká az semmi, 1,25 vagy 1,27. Jó, és itt szépen csökkenünk, barány. Amit nem értek, azt az XP-t, hogy most akkor nem ad XP-t, tehát volt egy olyan upgrade, de hogy ezt szerintem már nem lehet beletenni, nincs hely. De az XP upgrade, az lehet, hogyha nincs benne egyáltalán, akkor most nem ad XP-t. Ugye, meg mi ez a decapitate, tehát ez a fejezős, ugye? Aha, masszunk van, lootingunk van, XP-nk nincsen, meg fejezőnk. Az viszont lehet, hogy lehetne csinálni a Wither Skeletonnak. De hát azért ez nem volt kismelő összerakni. Megszenvedtem vele, de legalább egy lájkot dobjál már, hogyha eddig kibírtad, te is megérdemled. Örülök, hogy velem tartottál. Következő rész még nem tudom, mit csinálunk, de van itt meló, látom az energiából, hogy kéne még. Lehet, hogy a szolárpanelt feljebb kéne nyomni néhány millióig. Azt hiszem, hogy a milliót el lehet vele érni. Na mindegy, ezt szóval meglátjuk. Találkozunk legközelebb. Addig is. Sziasztok!